Tehát egy környezeti ártalommal alakul át. Éppen ezért például a bio üzemanyagok, mint a bioetanol, a biodízel, azoknak az energiamérlege viszonylag kedvezőtlen, tehát nem túl kedvező. Másrészt a környezeti behatásuk sem elhanyagolható. Most ennek az érdekében javasoltam azt Jean Pain munkáira alkalmazva, hogy a biotömeget biológia és baktérium útján is egy bizonyos mennyiségű energiát föl lehet szabadítani. És konkrétan a komposztfűtésről van szó. Ugyanis mindenki megfigyelte, hogy amikor faanyagot vagy más tehát komposztálható anyagot egy kupacba ragunk, egyet mondok, csak a nyírt füvet egy kupacba tartunk, egy néhány óra múlva az ember beleteszi a kezét, az igen meleg. Sőt, van, amikor például szénát, amikor úgy kaszálják le, hogy nedves, és egy kazalba rakják, a kazal be is gyullad. Tehát ott egy hő keletkezik. Most ezt a hőt baktérium tenyészetek hozzák létre. Tehát itt egy egészen más rendszer, tehát egy biológiai oxidáció játszódik le, lehet, hogy más dolog is, de minden esetre a biotömegből, a növényi biotömegből energiát, hőenergiát lehet felszabadítani méghozzá úgy, hogy nem égetjük el az anyagot. Tehát maga a biotömeg, az anyag még visszafordítható az ökorendszernek, a termelékenységének a növelésére. Most erre lett kidolgozva az úgynevezett komposztkazán, ami nem más, mint fatörek, tehát aprítógéppel fát, de élő fát fölaprítunk forgácsokra, azt vízbeáztatjuk, és vízbeáztatás után egy kupacot készítünk. A kupac belsejében Jean Pain mérései szerint a hőmérséklet 60 fokra fölemelkedik, és ezt Ágy is tapasztalta, aki elkészítette az első ilyen kazánt, ilyen típusú kazánt. És ebbe a kazánba a hőmérséklet Jean Pain mérései szerint hónapokon keresztül 60 fok fölött marad. Ami azt jelenti, hogy ezekbe a kupacokba hőkicserélőket lehet beépíteni, és vizet cirkuláltatni. Is körülbelül, hogyha egy 60 fokos ilyen kupacba vizet beengedünk, onnan körülbelül 30 fokos, 28-30 fokos vizet lehet kinyerni. 28-30 fokos vízzel, ami állandó jelleggel jön ki ebből a kupacból, már ha nem fűtőtesteket is, de legalábbis padlófűtést és belső falfűtést meg lehet valósítani. Tehát ha egy jól szigetelt házat készítünk, akkor fűtünk ezzel, akkor a padlófűtéssel egy alapfűtést tudunk adni, sőt, bizonyos mértékig a háznak a teljes fűtési szükségleteit néhány köbméter fatörekkel biztosítani tudjuk. Az egésznek az a legnagyobb előnye, hogy miután a fatörek leadta energiáját, akkor még ott marad a komposzt, amivel igen magas terményhozamokat lehet elérni. Tehát mindenképpen, tehát nem égetjük el, nem pusztítjuk el a biotömeget, feltehetően kevesebb széndioxidot is termelünk, mint az égetésnél, és még a talaj termelékenységét is, és a talaj minőségét is fölgyavítjuk. Tehát tönnénk ez a komposztkazán. Viszont azt is meg kell mondanom, hogy ezt a komposztkazán Jean Pain, a francia Jean Pain, Dél-Franciaországban az 1970-es évek elején dolgozta ki, ki is próbálta, ezzel fűtötte a házát, még biogázt is készített belőle, ezzel üzemeltette a gépkocsiját. Akkor, amikor készítette erre, igen komolyan felfigyeltek, de tulajdonképpen ez a figyelem nagyon rövid ideig tartott,
és nagyon érdekes eredményeket ért el mezőgazdasági szempontból is. Tudnélik, hogy ezt a három hónapos, vagy egy pár hónapos komposztot 10 cm-es vastagságba egészen terméketlen talajra kiterítjük, ott igen magas terméshozamokat lehet elérni, és minden öntözés nélkül. Tehát ennek ez az egyik legnagyobb előnye. Most talán a későbbiekben, hogyha kívánják, akkor részletesebben is leírhatom azt, hogy Jean-Pin hogyan jutott erre a következtetésre, hogy ne szaporítsam a szót, ezzel a problémával azóta úgy szólván senki nem foglalkozott. Olyan jövő, hogy amikor én felfigyeltem rá, most már évek óta mondom, hogy komposztkazánt kellene építeni, és senki nem akarja foglalkozni, és Kakuk Attila és a felesége Ági készítette 3 héttel ezelőtt. Az első komposzt kazán, vagy 4 héttel ezelőtt az első komposzt kazán, ami a házuknak a nappali szobáját padlófűtéssel már kifűtötte, és Ági majd pontosan megmondja, milyen körülmények között és hogyan. Tehát ez egy kísérleti berendezés, amivel még számos műszaki megoldás megoldásra vált. Tehát tulajdonképpen ez egy nem egy kész technológia, de nagyon ígéretes és nagyon érdekes és figyelemre méltó. Későbbiekben talán lehet Jean-Pin munkásságáról, de Ágiáról többet tud mondani. Meg hoztam én képeket is, de én az az igazság, hogy én mondtam a Gábornak, hogy én olyan szívesen beszélek nektek, és bocsánat, hogy fetegezzek már mindenkit, jó? És én Kakuk Varga Ágnes vagyok, és elnézést, hogy illetlenül nem mentem oda senkihez bemutatkozni. De én szívesen beszélek erről, de szerintem az is fontos, hogy hogy jutunk el oda, hogy megtegyük az első lépést, hogy egyáltalán egyrészt kísérletezzünk ezzel, másrészt pedig fogjuk magunkat és építsük meg. Mondhatok erről nektek egy pár szót, mert így belevághatunk a közepébe, de hát minden ok és okozat, tehát valahogy egy kicsit ezek összefüggenek. Ha jól tudom, akkor mindannyian egy picit ilyen természetbarát, környezetvédő emberek vagyunk, igaz? És próbáljuk úgy a környezetünket kialakítani, hogy egy kicsit élhetőbb legyen. Hát az a helyzet, hogy mi a férjemmel falusi gyerekekként nőttünk föl, mezőgazdaság volt körülöttünk, és ugye mire vágyik egy falusi gyerek a leginkább? Hát pontosan, teljesen fején találtad a szöget, úgyhogy mi fogtuk magunkat, és az első adandó alkalommal elutaztunk Szolnok megyéből Szegedre a férjemmel, és ott letelepettünk, és ugye rengeteg gyermekkori élmény, és íz, és minden illat, minden, ami ott akkor volt, és ami nyomot hagyott bennünk, az ahogy a városba beértünk, először észre se vettük, de aztán az elmúlt és megszakadt. És aztán elkezdtünk ott dolgozni, kialakítottunk magunknak egyfajta életformát, és hát tulajdonképpen 93 óta ismerjük Ország József barátunkat, és hát ő ismertetett meg bennünket az ő rendszerével, meg ezzel az életformával, ami ugye beletartozik az alomszék, az esővízgyűjtés, és aztán elkezdett beszélni nekünk arról, hogy társított növénytermesztés, meg hogy volt a Mária Thun, és lehetne a holdnaptárt használni, stb. Stb. És úgy kezdett bennünk kibontakozni az, hogy végül is a kutyafáját eljöttünk mi nekünk, eljöttünk ide a nagyvárosba, de olyan sok minden hiányzik az életünkből, ami addig benne volt, és akkor itt jönnek ez a sok-sok érdekes dolog, és valamit kéne kezdeni ezzel a sok mindennel. Most csak látunk, de szerintem mindannyian ezt tapasztaljuk, de mégis mondjuk már ki ezeket, hogy mi történik ott valójában a városban is, meg mindenhol. Hát az történik, hogyha most megnézzük a környezetünket, akkor ugye, meg egyáltalán a Földet, az egy mindig egyensúlyra törekvő ökoszisztéma, csak mi egy kicsit belerondítottunk ebbe.
mert először is ugye benépesítettük a Földet, jöttek az ipari forradalmak, aztán mindenféle olyan csúcs technológiák, amiről álmodni sem mertünk, aztán a mezőgazdaság olyan hozamokat produkált, hogy hát azt nem is gondoltuk, hogy ilyeneket lehet, és közben pedig mi egyre betegebbek lettünk az emberek. És mi miért is jöttünk ide a Földre? Hát azért, hogy egészségben, boldogságban éljünk, ugye? Hát ehhez mi kell? Hát az egészség az kellene hozzá, ahhoz meg kellenének jó táplálékok. És hogyha most megint visszagondolunk, és én már nyelek is egy nagyot, erre a finom hónapos retekre, meg a zöldhagymára, akkor mi történik, amikor egész egyszerűen elkezdünk táplálkozni? Az, hogy azok a finom ízhatások, amik ott jönnek, beindul a nyálképződés, ami egy amiláz, amit amiláznak, egy enzim tulajdonképpen, és ugye nagyon régi az a mondás, hogy az emésztés a szájban kezdődik, és elindul egy folyamat, ami egy egészséges folyamat. Hát most bocsánat, hogyha vitamin készítményekkel pótoljuk azt, amit a zöldségekből kellene fölvenni, se íze, se illata, ez abszolút nem indul így be. Már is károsodik egy rendszer. Ez is az emberi rendszer is egymásra nagyon kölcsönösen ható folyamatok összessége. Tehát itt már is hibáztunk egy nagyot. Tehát kellene zöldséget termesztenünk, de hogy kellene? Hát úgy, hogy adjuk vissza mindazt, amit kivettünk belőle. Tehát nem műtrágyával, meg stb. De hát annyira, hogy is mondjam, minden irányba megváltoztattak, vagy megváltoztunk, hogy például... remélem nem tabu téma előttetek, de arról elfeledkeztünk, hogy most már a marhatrágya nincs is Magyarországon, amit kiraktak érett marhatrágyaként a földekre, és ott van egy hatalmas nagy biotömeg, amit emberi ürüléknek mondunk, azt meg lehúzzuk egy lánchúzással, és csinálunk belőle egy őrült nagy veszélyes, mennyiségű veszélyes energiát, vagy hulladékot. Így van. Tehát itt konkrétan arról beszélek, hogy ahhoz, hogyha azt szeretnénk, hogyha újból nekünk azok a zöldségek, akár íz, akár illat és ásványi anyag, nyomelem tekintetében visszajöjjenek, ahhoz vissza kell adnunk a Földnek azt, amit kivettünk. Bocsáss meg, Ági, 2 perc még, és utána folytatjuk, jó? Jó. Tehát valójában így kezdtük mi el az alomszéket használni, és hát azt gondolom, hogy ez egy olyan életforma, hogyha hozzászokik az ember, akkor egész egyszerűen nem nagyon tudja már az angol WC-t használni. Hogy igazából még egy pár szót itt a 2 percben mondjak róla, és utána én szeretném ezt. Nem tudom, hogy ismeri valaki az alomszék használatot, meg az alomszéket? Mindenki tud erről? Hát akkor délelőtt is beszéljek. Ez volt az előadás. Bocsánat. Bocsánat. Akkor, nem sokat beszéltem. Akkor tehát ez annyira nagyon fontos, és az alapja annak, hogyha elindulunk ezen az úton, akkor jussunk is valahová. Ez az első lépés. Ugyanis, hogyha ezt megszokjuk, és ezzel kezdünk el dolgozni, akkor egész egyszerűen tapasztalunk meg folyamatokat, jelenségeket. Mert hogy ez a komposzthalom, ahova az alomszéket ürítettük, az nekünk sose, akármilyen hideg volt, és lehetett mínusz 20 fok, az akkor se fagyott meg, az akkor is elolvadt rajta a jég, a hó, a minden. És az a helyzet, hogy nem csak a vegyszermentes növénytermesztésünknek az alapját jelenti, meg nem csak annak, hogy egészségesebben élhessünk, hanem annak, hogy hozzáfogtunk a komposztfűtéshez, a komposztkazánhoz, annak is egy alapját jelentette. Mert gyakorlatilag ott egy megfigyelés volt. Egy hosszú 15 éve használjuk az alomszéket, és mindig azt tapasztaltuk, hogy lehetett mínusz 20 fok, akkor is az mindig meleg volt. Tehát gyakorlatilag az egy olyan biotömeg, ahol a mikroorganizmusok 60 fok körül tudnak dolgozni, és természetesen azért a komposztkazán az egy kicsit más, de majd úgy is beszélünk még erről, de ennek ellenére ez egy megfigyelésünk szolgált. Ennek az egésznek egy alapja volt. Úgyhogy akkor letelt a 2 perc. Jó, akkor menjünk be, ebben nem befolyásolja. Na, tehát tulajdonképpen abból, amit Jóska barátunk elmondott nekünk, mi elkezdtünk számolgatni, és kiszámoltuk, hogy nagyjából egy olyan 90 liter vizet föl kellene egy alkalommal melegítenünk ahhoz, hogy nekünk ott a padlófűtést azt tudjuk úgy működtetni, hogy jusson mindenhova.
víz. És akkor csináltunk egy olyan tekercset, amit itt láttok, és ez két tekercs, ami egymáshoz hozzá van kapcsolva, és tulajdonképpen 90 liter víz fér bele. És ez egy 70 centi átmérőjű tekercs, padlófűtéstől, és majd mindjárt mutatom tovább, hogy hogyan készült. Az colos, azt hiszem colos, nem? Colos, 2 centi. 20 milliméteres, 60 milliméteres. És olyan 70-80 fokig hőálló fejből. Úgy van. Tehát erre abszolút alkalmas. Mehet tovább? Igen, mehet. Valamiért elég lassan olvasgatja. Tehát ez tulajdonképpen ugyanaz, csak másik irányból. Most itt azért be van párásodva, de jól látszik, hogy csak maga az apríték, amikor oda fölhalmoztuk prizmába az udvar közepén, ekkor még nincsen benne, már ekkor 60 fokos volt, amikor beletettük a hőérzékelőt. Tehát itt lehet is látni, hogy kisebb-nagyobb darabok, de azért olyan 2 centiig lehet elmenni, hogy egy picit üregős is legyen. Mehet is tovább. 2 centi alulról vagy fölülről, tehát milyen ideális? Tehát, mit tudom én, 1-2 centi, igen. Maximum 2 centi. Mégis 100 méter cső volt? 200 durván, és 90 liter víz fér bele. Megkérlek most titeket, hogy egy kicsit... Na most itt az aprítékot a fiúk leterítették egy olyan 30 centi vastagságba a földre, csak simán a földre terítettük le. Tehát nem volt arra időnk, hogy most mi beáztassuk, hogy áztatógödröt építsünk, hanem egész egyszerűen sikerült aprítékhoz jutnunk, és ennél fogva mi úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk ezt a komposztkazánt. És akkor fogtuk magunkat, kitaláltuk, hogy megcsináljuk ezt a belső tekercseket, ezt a két tekercset, és elhatároztuk, hogy folyamatosan vízzel fogjuk tölteni, ahogy építjük ezt a komposztkazánt, és akkor csináltak a fiúk egy ilyen 30 centis alapot, és elkezdte a férjem meg a nagyobbik gyerekem tölteni fölfelé ezzel az aprítékkal. Úgyhogy mehet is tovább. És közben locsoltuk. Tehát elkezdtük locsolni. Eleve gyilkos is volt mondjuk az idő, de hát mondjuk bajni kevés. Egy nap alatt nem épült meg ez a komposztkazán, tehát durván másfél napig építettük, és akkor az első nap éjszakáján, majd mindjárt látni is fogjátok, esett egy jó nagy hó. Tehát folyamatosan locsoltuk. Na most, ahogy hallottátok, esővíztározó is van az épületbe beépítve, és akkor mi úgy döntöttünk, hogy az esővíztározóval fogjuk elhasználni a vizet, mert egyúttal ki is takarítjuk az esővíztározót. Aminek viszont azért van jelentősége, mert utána töltöttük még, utána öntöztük még másmilyen vízzel is, de jobban működik az egész komposztkazán, hogyha esővízzel. Tehát ha oxigénnel dúsított vízzel tápláljuk ezt az egészet, akkor jobban működik. Hát itt láttátok, akkor mellé volt téve a másik mag is, és hát igazából ugye az egészet betakartuk vastagon, legalább körbe 30-40 centivel, és picit próbáltuk egy ilyen prizmaformába fölhozni. És aztán, amikor leesett másnapra a hó, akkor tulajdonképpen még a férjem úgy építette, hogy a környéken a havat összeszedte, és azt is belerakta, bár ez egy picit ugye megint vissza is hűtötte, mert egyébként hihetetlen, de abban a minutában elkezdett dolgozni. Pedig azért jócskán mondom, mínusz 10 fok volt akkor. És hát az a cső az azért van, mert beleraktunk egy hőérzékelőt, és hogy az ne ázzon el, azt lássuk. Tehát annak más jelentősége nincs, azt aztán ki is cseréljük. Így látjátok, hogy itt már is gőzöl, látod? Tehát ott pillanatok alatt elolvadt róla a hó, és abban a pillanatban elkezdte a hőleadást a komposztkazánunk,
Úgyhogy itt körbe rakta Attila, csinált neki egy formát bálaszalmával, és itt látszik is, és utána a végén nem akkor azonnal, hanem jóval később be is takartuk szalmával, hogy nagyobb legyen, tehát ne legyen olyan nagy a hőveszteség. És amikor ez megvolt, akkor itt látszik, itt vannak ezek a fűtéscsövek. Ugyanazzal a padlófűtéssel, padlófűtéscsővel bevittük a házba, bevezetékeltük, és rákötöttük a padlófűtésre. Nagyon-nagyon minimálisra, hogy is mondjam, állítottuk be a költségeinket, ugyanis egyetlen egy hőmérőt raktunk be, mondjuk ez lehet, hogy nem is annyira jó, de a bejövő hőt mérjük a víznek, a bejövő hőmérsékletét. Rettenetes hideg vízzel töltöttük föl, ráadásul ugye a padlófűtéscsőben eleve hideg volt maga a víz. Tehát ott ugye már régóta mi nem fűtünk padló, tehát gázzal, nem használtuk a padlófűtést, és föltöltöttük még plusz hideg vízzel az egész rendszert. Utána eszünkbe is jutott, hogy lehet, hogy ez hiba volt, de végül is teljesen mindegy, mert két nap se telt el, elindult, de hogy két nap, abban a pillanatban, amikor már rá lett kötve, már a kazán működött a komposztkazán, és elindult fölfelé a hőmérséklet. Úgyhogy a padlófűtés nálunk négy körös. Úgy kell elképzelni, hogy a fal mellett van egy ilyen hosszant irányú becsövezés, és középen pedig kettő nagy kör, plusz az előtérben egy kör, és akkor először Attila ráengedte az egészre a férjem, az egész rendszernek a fölmelegítésére, és utána pedig lekapcsolta a szélső köröket, tehát ami a legszélső kör, azt lekapcsolta, és hát valójában, ugye most így néz ki, csak be van mindenhol szalmával takarva, valójában a hőmérséklet az beállt egy 50 fokra, mindaddig, ameddig nem jött egy nagy eső, de ezzel szemben kivettünk a komposztkazánból durván 30-35 fokos vizet folyamatosan. Rácsatlakoztatta egy időzítőre, egy kapcsolóra, ami azt jelenti, hogy 40 percet megy egy óránként, és 20 percet pedig áll. Tehát valahogy így kapcsolgat automatikusan, keringeti ezt a vizet, tehát nem egy hőcserélő folyadékkal, nem, semmi más nincsen, csak amit beletöltöttünk vizet, és azt keringetjük a padlófűtés rendszerbe. Ennyire egyszerű. És most, hogy le van a szélső kör kapcsolva, semmi más nem kell csinálni, csak a két kezünket rá kell rakni, az egyik ott legyen azon a kövön, ahol nincsen padlófűtés, a másik pedig ott, ahol keringetjük alatta a meleg vizet, és hát tökéletesen érződik, úgy érződik igazán, mert egyébként más nem érzünk, csak azt, hogy meleg van, tehát hogy kellemes az idő. Teljesen automatikusan működik, semmit nem kell vele csinálnunk, illetve azért figyelni kell, mert amikor nagyon betakartuk szalmát, először szalmabálákat tettünk rá, akkor az lefolytja az oxigént, tehát nem szabad letakarni hermetikusan. A lazán szalmával le lehet, de nem szabad letakarni, mert akkor gyakorlatilag elzárjuk erről az oxigént, és az meg ugye kell hozzá, hogy ezek a mikrobák tudjanak működni. Ami még szerintem fontos, hogy egy kicsit lazábbra is lehetett volna csinálnunk, tehát hogy alul valamilyen olyan alapot csinálni, ami engedi, hogy az oxigén minden irányból bejusson. Most Attila ki is talált valamit, és szerintem még azt most így utólag bele fogja rakni, de minden esetre ezzel az egyszerű megoldással, és nézzétek meg, hogy kívül ott teljesen szabadon a hidegbe is ugyanezzel a burkolattal és borítással volt, csak ez a nagyon egyszerű, szürke, ilyen csőborító szigetelő, szerintem a férfiak mindannyian polifóm ismerik, így van, az van rajta, és azon kívül, hát ott megy egy 15-20 méter, mire a padlófűtésre rá van csatlakoztatva, hideg falon, és azon kívül csak egy ilyen kötés vagy vezeték doboz az, amiben benne van, semmi szigetelés a házon belül, és ennek ellenére magának a padlónak a hője az olyan 20-22 fokos. Ezt most csináltuk. Tehát ez most épült február végén,
és a nyáron azt tervezzük, hogy amíg lehet, úgymond működtetjük, mert szeretnénk a melegvizet a konyhába ezzel előállítani. Lassan kiég ez, de kiég, tehát ahogy elfogyasztjuk. Hogy ne lehet le állítani? Le lehet állítani, hát ahogy mondtam, egyrészt le lehet folytani az oxigént, és le lehet hűteni vízzel. Hogyha túl sokat vízzel, az utána be, annál jobban Hogyha már ott át van dolgozva, akkor nekünk az a tapasztalatunk, hogy például tavaly, amit kísérleteztünk, hogy nagyon szépen beindult, és utána Attila nagyon sok vizet engedett rá, és utána szét tudott bontani, mert teljesen úgy annyira, akkor az adott pillanatban annyira lehűlt, hogy nyugodtan szét tudott bontani. Úgy van, tehát szét bontom és kiviszem a kertbe. Tehát kiviszem a... Tehát mindig az adott körülményeknek megfelelő mikroorganizmusok fognak megtelepedni benne. Attól függően, hogy milyen az összetételem, és ugye itt már beszéltünk arról, hogy végül is ebben nem kell fekália a komposztkazán, ez így működik a legjobban, hogyha a magas cellulóz tartalmú anyagokat használunk föl benne. És igen. Túl gyors lenne akkor még. Nagy valószínűséggel, igen. De most itt nem is az volt a baj, hogy működik hidegben, mert az jó, hanem melegben is működik. Tehát, hogy ez leadja a hőt melegre. De ez miért baj, Péter? Hát fürödni nem szoktál. Hogy meleg. Nyáron ugye, hogy meleg. De nem akartok valami működni. Mert az kéne a mérdők át, hogy tudják máshol. De csapról hallottál már. Csapról. Igen, már, hogy mellett közvetlenül. Nem, szóval azért, tehát ami felelhető irodalom, meg Tóska is mondta, hogy azért egy évig elmegy egy ilyen komposzt rakás. Az azt jelenti, hogy télen fűtesz vele, utána nyáron még kitermel, tehát nyilván is minden a természetben van, egy felfutás, utána szépen lecseg. Tehát az azt jelenti, hogy egyre kevesebb hőt fog leadni, tehát az így van. Tehát nyáron még megy a melegvíz, és utána nyáron még ér. Minden évben, így van, minden ősszel újra kéne rakni. Hát ez már most esett vissza, de körülbelül olyan 10-11 volt, amikor. Mert ez, ahogy átdolgozzák, ez esik össze. Mint ahogy a komposzt halmunk is, ugye, ami a kertben van, az is 3 évig pakolgatjuk, a 3. évben az a hatalmas nagy komposzt halom, az ilyen picike lesz. Tehát ez is ugyanúgy, ahogy átdolgozzák. Hát ezt nagyon ügyesen meg lehet oldani, lehetőleg ingyen bekerüljön. Vagy még vidéken veszélyes hulladék. Hát nem, hát vannak a városokban is, meg amikor az embernek adnak arra a lehetőséget, hogy az út mellett lévő árkokat és a erdős részeknek a szélét ki lehet gajazni. És lehet kérni engedélyt rá, 1 kilométert adnak fejenként, és ahhoz képest már, hogyha az megvan, csak egy aprítógépet kell odahozni, az meg most már van szinte mindenhol, és össze lehet aprítani, és haza lehet vinni. És ráadásul az utak mentén legalább normálisan néz ki a környezetünk, nem lesz tele mindenféle súriás, hanem egy rendes kis erdőtakarítást tudunk végezni. Nyersva. Egyébként a kérdésedre visszatérve, ugye azt is hallottuk Jóskától, hogy amikor elterik 3 hónap, akkor szinte ezt már akkor azonnal a kertbe ki lehet vinni. Most ezt mi ki is fogjuk egyébként próbálni. Leterítjük, ahogy a Jean-Pen féle módszer van, egy ilyen 15 cm vastagon a földre, és el fogunk vetni benne magunkat. Csicseri borsót, krumplit. Hát persze, mert az... Nyáron nem fűrnek.
Most lenne egy kérdés, hogy ez falevelekkel működik? A falevelek is, csak ott azt hiszem nincs elég hőérték, és lefullad gyorsan. Az apritéknek ma a legkönnyebb beszerzési módja az, hogy elmész az erdészethez, és tarvágás után válasz tisztítást. Tehát az azt jelenti, hogy megszerzed a tüzelődet is, mert az ágfa az benne van, és a maradékot ugye azt vagy felgyújtják ott a gajfát, vagy pedig oda viszel egy darálót, bedarálod és elhozod. Tehát darálod, és mennyibe kerül? Amikor mi... Nem olyan ingatlan pillanat. Nem olyan ingatlan, úgy van. Mikor egy másik ilyen apríték, tehát egy másik ilyen darálóval, vagy favágóval beszéltünk, akkor, ha jól emlékszem, ő 3000 forintért találta volna össze nekünk. Az egészet? Az egészet. 90 métert. Igen. Igen. Tehát nem egy forintérés össze. Mekkora a házad is? A mi házunk. Tehát a mekkora területet fűtesz? Hát mondjuk ez olyan érdekes dolog, hogy csak ott fűtjük rá a nappaliban mi. És nagy a ház. Tehát 200 négyzetméter, hogyha a tetőteret is nézzük. És nem fűtünk csak a nappaliban. És befűtti az egész? Hát igen, mondjuk nem vagyunk ilyen 23-25 fokosak, hanem a hálószobában ugye télen van 16 fok vagy 15 fok, tehát tökéletesen elég aludni, mert csak aludni megyünk be, és a nappaliban ott meg... A nappaliban meg most azóta, hogy a komposztfűtéssel dolgozunk, azóta ilyen 20 fok. Trópus. Igen. És a nappali mekkora? Hát hatalmas a viselés. Hát de 5x5-ös lett a... Hát annyi. És egy légtérben van az előtérre, meg a emeletnek a főjárójával, tehát nagy. És a konyhának is az a része, ahol a ilyen mosókonyha rész van, ahol a padlófűtéscső leágazik, az is fűt. Szóval én például, hogyha apritékot keresték, biztos azt csinálnám, hogy egy csomó ilyen favágó van, a városi favágó, veszélyes fakivágás, stb. Ilyet megkeresték, mert ezek még nem tudják hova rakni. Tehát ez egy állandó gondjuk, és akkor hozzák oda, megengedem, hogy ingyen lerakják. De neves lélekkel ugye minden elintézhető, de tényleg így van. És akkor még hozzá lehetne a utcából gyűjtött lombot, mert ott mindenki rakja ki a például a fűnyesedék, az biztos, hogy jó rá, meg ilyenek. Nem, igen. A szalmabálla az jó rá? A szalmabállát úgy borításnak, igen. Hogy egyrészt... Csak ősz. Ha vizes lesz, akkor az nem áll egy szintén komposztáló? De mindig azt pótolni kell, persze. Mert az olyan, hogy amikor a komposztmagunkat készítjük a kertbe, az is mindig be van szalmával takarva, és természetes, hogy az is komposztálódik, ami érintkezik a komposzttal. Aztán azt mindig pótolni kell. Mert akkor ezt a komposztkártyának az időtartamát is megnövelni. Persze. Igen, persze, úgy van. De ez a mindig csak áradni azért, ez hosszú idő ám, tehát nem olyan, hogy naponta. Igen, havonta egyszer mondjuk, vagy még talán annyi idő, az is még, tehát annál is hosszabb. Igen. Itt a komposztálás során keletkezik metán? Valamennyi biztos. És ez megérdemes lenne fölfogni? Hát azt mondom. Most a Jean-Pierre metán termelése is használta ezt a komposztot, méghozzá úgy, hogy egy zárt tartályba egy 200 literes benzines hordót megtöltött ezzel a báztatott törekkel, elárosztotta vízzel, és lezárta az egészet, és betette egy ilyen komposztkazánba. Tehát fölvitte a hőmérsékletet 40-50 vagy 60 fokra, nem tudom. És ilyen hőmérsékleten a mezofil baktériumok nagyon szaporodnak, és igen gyorsan termeli a metánt. És azt viszont kielemezték, hogy a nyert metánban gyakorlatilag kénhidrogén nem volt. Tehát sokkal tisztább biogázt készített, mint amit trágyából szoktak készíteni, ebben kén nincsen. És ezzel hajtotta, hogy ezt a gázt komprimálta, tehát összenyúlta palackokba, és ezzel hajtotta a gépkocsiját. Tehát ezzel meg. Én egyébként egy ilyen leírást láttam az interneten, erről a Jean-Pierre-féle
komposztfűtőre, az úgy nézett ki, hogy 4 darab 200 literes hordó, körbetekerve ilyen kp-e csőszerűség, és hatalmas volt a kupac, az nem tudom, Jóska, az hány méter volt. Hát 5-6-4 méter átmérőjű. Tehát valami 80 kilométer, vagy nem tudom. Jövőhetőjéket. Hát neki volt elég. Tehát annyi biogázt tudott termelni, hogy a kocsiját azzal üzemeltette, és a konyhába is a felesége azzal főzött. Igen, tehát van egy kis videót, ott főzőskézik, van egy nagyon jó videó. Nézzetek szét az interneten, mert azért van Jean-Pierre-ről anyag, fotók, stb. Tehát... Mi? Jean-Pierre-féle módszernek van egy másik nagyon érdekes szemlélete, méghozzá a mezőgazdasági módszer, amit ő kipróbált. Tehát ő azt mondja, hogy kb. 8 és 15 cm vastagságban ezt a 3 hónapos komposztot szét kell teríteni a talajra, de még ott is, ahol nincs talaj. Tehát ő úgy is kipróbálta, hogy ilyen mészkő sziklára ráterítette, és abba ültette a növényeket, abba vedett, és úgy csinálta, hogy amikor a növények kikeltek, vagy már elültette őket, akkor szalmával betakarta, hogy a párolgás az teljesen minimumra csökkenjen, és hihetetlen terméshozamokat tudott elérni minden téren. Én is láttam Belgiumban például egy burgonyaföldet, amikor a burgonyát elvetették, tehát kiterítették ezt a komposztot, de akkor már több éve ott terítve volt a komposzt, tehát minden évben utána már csak kb. 2 cm vastag komposztot kell hozzáadni, amit a föld már elnyert a giliszták segítségével. Most a burgonyát, minden 50 cm-ben csírázott burgonyát rátettek a komposztra egyszerűen, és betakarták szalmával, tehát egy 30 cm-es laza szalma réteggel, és vártak, a burgonya szépen kikelt, nagy előny, hogy a korai tavaszi fagyok azt egyáltalán nem zavarták, tudni be volt takarva a burgonya. A burgonya szépen virágzott, és amikor beért, akkor a burgonya szára elhervadt, akkor elég volt rámenni erre a földre, és akkor a burgonya növényeket, a szárát így kiemelték, és a nagyon tiszta burgonyák, tehát nem volt földbe, és nem zöldült be, mert napfény nem érte, az ott lógott a gyökére, és akkor egy kosár fölött így megrázta, és akkor a burgonya beleullott a kosárba. Ennyiből állt az egyén. És utána ilyen nagy gerebjével lehúzták a maradék szalmát, és már készen volt például a kukorica vagy más termelésre. Tehát dinnyét is termeltek különben, minden öntözés nélkül Dél-Franciaországban, ahol a nyarak szárazabbak, mint a Dél-Alföldön. Tehát a dinnyét is úgy termelték, hogy amikor kikelt, illetve amikor öntették a dinnyét, akkor úgy letakarták, hogy még nap egy kicsit érje, de ahogy növekedett, úgy takarták ezen jobban, és ott is minden öntözés nélkül görögdinnyét, sárgadinnyét, paradicsomot, salátát, mindent tudtak termelni, és bokros búzát is kipróbálták, búzába és kukoricába minden rekordot megdöntő hozamokat, terméshozamokat tudtak elérni. Tehát nincs olyan vegyszeres módszer, amivel nagyobb terméshozamot tudnak hozni, mint ezzel. Az árnyoldala a dolognak, hogy 5 hektár erdőterület termelése kell ahhoz, hogy 1 hektár ilyen földet fönn lehessen tartani. Tehát másik árnyoldala, hogy ezeknek az ilyenfajta módszerrel, gépekkel nem lehet rámenni erre a komposztra. Tehát traktorral, stb. Gépekkel, tehát nem lehet gépesíteni, csak kézi művelés. Például kézzel kellett aratni, gép nem mehetett rá. A terméshozam nagyon magas volt.
De kapálni se kell. Tehát de kapálni nem kell. A gyommagok nincsenek benne, mert... Igen. Tehát a gyomnövények, alig néhány gyomnövény, ami átvergődött a komposzton, az csak egyszerűen be kellett fúrni és kirántani, és kész. Szóval az ásást, szántást, kapálást azt el lehet felejteni. De ezen kívül minden kézzel történik. Mivel táplálkozott a komposzt? Éppen ez a rejtély. És én többször ott voltam Antwerpen mellett a Jean-Pin bizottmány telephelyén, ahol jöttek mezőgazdasági szakemberek, és azt mondták, ez lehetetlen, hogy ilyet lehet mondani, nem adunk a növényeknek nitrogént. Tehát nincs nitrogén benne. Valóban ennek a komposztszöreknek a szénnitrogén aránya 250 és 300 között van. Tehát ilyen körülmények között elvileg növényeket nem lehet nevelni. Csak erről nem tudnak a növények. Hát a növények ezt nem tudják, ezt csak a mezőgazdasági szakemberek mondják. És hát késre menő viták voltak ott, mondván azt, hogy kérem szépen, itt valami csalás van, és tudnék, azt mondták, hogy titokban ott trágyát tesznek, istálló trágyát, pedig hát nem, hát szóval az biztosan nem tették rá. És hát más, sok más megfigyelésem is van, például én, amikor a szürke vizet, a szürke víz tisztítást kidolgoztam, és azt kérték tőlem, hogy jól tisztítsam meg a szürke vizet, ami a házból kijön, akkor egy növényi szűrőárokon keresztül megy. És iriszeket, tehát vízi iriszeket telepítettem meg, nagyon szépen, hát kb. Olyan 1 méter 20 nagyságúra megnőnek, gyönyörű sárga virágokat termelnek. De a vízben, amikor kielemeztük a laboratóriumban, a vízben kevesebb, mint 0,1 mg nitrogén volt literenként. Tehát mondhatnám semmi. Tehát nem volt nitrogén literenként. És az is tudva lévő, hogy ezek a növények a levegőből, legalábbis itt tudjuk, nitrogént fölvenni nem tudnak. És minden évben ezt lekaszálom, és nem adok nitrogéntrágyát hozzá, és a vízben, ami oda kerül, nincsen nitrogén, és igen komoly mennyiségű növényi biotömeg ott termelődik nitrogénnel, mert hát nyilvánvalóan a klorofilben nitrogén is. A kimenő oldalon trágya, az ront ezen a folyamaton? Tessék? Ha állati trágyázol, akkor rontasz ezen a folyamaton? Nem, azt állítja Jean-Pin, hogy amikor állati trágyát tesznek bele, akkor kevesebb hőt termel. Most nem ez, hanem maga a... Tehát, hogyha utólag ezt a trágyát, ami növényi trágya, megkevered állati trágyával, akkor mi történik? Van erre valami ötletet? Hát ez a hagyományos... Tehát a talajtakarásra, amikor a talajtakarásra használod ezt a trágyát is. Erre nincsen. Egyáltalán semmi gyakorlatom. De ezért a parasztik kultúrára ez volt a jellemző. Ez volt a jellemző. Szóval az a helyzet, hogy az érett istálló trágyát azt még a földbe is be lehet forgatni, ott különösebb gond nem történik. Ezzel szemben ezt nem szabad a földbe beforgatni. Tehát ezt nem szabad beásni a földbe. Miért nem? Tudnélik, a földben lévő humuszt, ez bomlasztja. Elfogyasztja. Túl kevés nitrogénben, és ott keres nitrogént, ahol van. És a humuszban van. Tehát ezt nem szabad. Ezt Kanadában kipróbálták, és ez katasztrofális volt. Kanadában ezt úgy hívják, hogy Warhammer Fragmenté, vagyis törek, magyarul törek. És a talmanelli úr a demelek, hogy egyet a hát nem szabad meggyújtani. De ettől a... A komposzt kályhártól, ha betakarja a szalmába, de az jó, hogy itt még az összes képet nem mutatta be, a következő képen már lehet látni, hogy ilyen vastag szalma réteggel van takarva, akkor a hőveszteség valamire csökken. De hogy nem fenyeget kis veszély, azt kérem, hogy egy öngyulladás
Öngyulladás nem. Nem, öngyulladás nem. Mert ha egy tárgyadon vagy egy fűkupac, az hajlamos begyulladni. Igen. Ilyet nem tapasztaltak. Pedig hát ott most már Lunderzérben igen, csak 40 éve csinálják ezt, és van ott vagy 10 községnek a szerves hulladékát ott kezelik, és begyulladást eddig még nem jeleztek soha sem. Ilyen veszély nincsen. A szénánál ott van, hogyha a szénát, ha úgy kaszálod be a szénát, még a kaszál csinál belőle, ott begyullad. Sőt, még a szalmánál is beszokod. Erre vigyázni kell. Főleg inkább akkor nem, hogyha befolytjuk a... Tehát ahogy elkezd elérni és bomlani ott. Az ilyen apróbb szálas. Igen, igen. Nem, így van. Hogy 60 fokig leáll, 60 fokig. Igen. Hát utána meg ahogy vesszük ki belőle a hőt, akkor meg eleve ugye akkor egy picit visszaesik és beáll. Na most ami nagyon érdekes, hogy például amikor esik rá eső, sok eső, akkor ugye először ugye visszahűlik, de az nagyon érdekes, hogy ami benne van belső hő, az ugyanúgy működik. Tehát nem esett vissza a hőmérséklete a víznek, ami keringett benne. Ugyanúgy működött. Ki kell kísérletezni azt, hogy szakaszosan kell a vizet táplálni ebbe a kazánba, vagy pedig állandó jelleggel, de kisebb sebességgel. Mert ezt ki kell kísérletezni. Ez a legfontosabb nyilván, hogy itt az élet magának állítja elő a hőt. Tehát az optimális hőmérsékleten ezekre a bomlásokra az 60 fok. Tehát ez be fogja magának állítani, hogyha túl lehúzod a hőmérsékletet, biztos, hogy le fog lassulni. Tehát meg kell, egyszerűen ki kell kísérletezni az optimumot, hogy mennyit lehet kivenni egy ilyen rendszerből. Mindenesetre a Jean-Pierre-nek folyt egyfolytában meleg vizet csövök, tehát ő ezzel demozott. Volt egy kérdés, hogy hogy írják a nevét a Jean-Pierre? Jean Pain. Jean Pain. Jean Pain. Jean Pain. Jean Pain. Jean Pain. Úgy ismered, ugye? Jean Pain. Most Jean Pain-nel kapcsolatosan talán szeretnék egy néhány szót egy francia honfitársunkról is beszélni, az pedig Mórai Pál, akit Paul Moret úgy ismernek Franciaországban. Most az a Mórai Pál egy francia tanár volt, aki a növendékeivel, a hallgatóival gyakran ment ki. Igen. Tehát ment ki a hallgatóival a természetbe, ugyanis a kelta erdőkhöz és fákhoz kapcsolódó hagyományokat tanította méghozzá irodalmároknak, tehát irodalom szakos hallgatóknak. És hát ezzel így, hogy kimentek az erdőkbe, és hát ott sétáltak Dél-Franciaországban a hegyek között. És ilyen völgyön keresztül sétálva mutatta a hallgatóit, hogy hát kérem szépen itt vannak a gyönyörű gyümölcsös kertek, őszi barackot, sárga barackot, szilvát, stb. Termelnek, de amit látják, és ott állandóan öntözték, tehát így forgott az öntöző berendezés, azt mondja, öntözés nélkül itt gyümölcsök termelni nem lehet, mert a fák elpusztulnának a szárazságtól, és akkor mentek szépen tovább, fölfelé a helyre, és akkor egy ilyen sziklafalnak a tetején az egyik tanítványa, ott mutatott, ott volt egy őszi barackfa, tele gyümölcsel, és minden locsolás nélkül, és a szikla tetején. És akkor ránézhetsz, hogy hát hogy lehet az, hogy az a barackfa volt, hogy milyen szépen terem. Hát, persze Paul Moret nem tudott rá válaszolni, de mégis az én szöget ütött a fejébe, és akkor elkezdte nézegetni ezeket a dolgokat, és váromokon elő sokszor látott, hogy különböző nyírfák, meg gyümölcsfák és szilvafák váromok tetején ott nőttek szépen. És akkor lassan-lassan kidolgozta ezt a rendszert, rájött arra, hogy a magoncok
Tehát azok a fák, amelyek magról keltek, azok egy központi gyökeret bocsájtanak ki, amelyik néha 50-60 méter mélyre a talaj és szikla repedéseken keresztül mennek le, addig, amíg vizet nem találnak, és csak azután kell ki a maga másik csíra, amiből a fa keletkezik. Tehát ezt kidolgozta, és vásárolt Dél-Franciaországban egy nagyon olcsó földet, tehát olyan szikla oldalon, ahol úgy szólván még talaj sem volt, még a kecskék sem találtak valamit, ott legelni valót, és azt mondta, hogy ott majd ott egy gyümölcsös kertet fog létesíteni. És a Jean-Pain-féle komposzttal oda kiment, de nem terítette szét az egészet, hanem ilyen robbanó szerekkel föllazította a sziklákat, repedéseket csinál, és akkor egy kis gödröket megtöltötte ezzel a komposzttal. És abba belevetette a magot, tehát nem ültetett, hanem vetett fákat. Tehát barackmagot még hozzá úgy csinálta, kidolgozta részletesen, hogy nedves hóba tette ősszel, és hűtőszekrénybe tartotta egész télen. És már a hűtőszekrénybe a magék kettő nyílt, és két picike kis csíra már kibújt belőle, és akkor nagyon vigyázni kellett arra, hogy nem szabad volt megfordítani. Tudnék, akkor baj van. Tehát így, ahogy van, úgy szépen elvetette ebbe a komposztba, és hogy védje a különböző nyulaktól és más rágcsálóktól, ilyen műanyag vizes palackoknak a fenekét levágta, és azt szépen rátette, egy picike kis üvegházat csinált, és várta néha. Előfordult, hogy két év telt bele, mire a mag végre kikelt. De amikor kikelt, akkor aztán megindult a fejlődésnek. És 5 év kellett körülbelül átlagban, hogy a fa gyümölcsöt tudjon teremni. És amikor ezt elkezdte csinálni, a környékbeli faluban, a közeli faluban, mindenki azt mondta, na hát ez is az igazán egy boloncok, teljesen kinevették és hagyták. Ő mondta, hogy ő szeretne egy gyümölcsös kertet csinálni, és azt mondták, hogy ez egyszerűen képtelenség. És néhány év, tehát 10 év múlva már ott igen komoly termést hozott, talán a gyümölcsök kisebbek voltak, mint a völgyben, de sokkal ízletesebbek, nagyobb cukortartalmúak voltak, és főleg semmilyen növényvédőszert nem igényeltek. És még azt is kidolgozta, hogy amikor például megfigyeltem, hogy egy almamagot elvetett, és kikelt belőle egy fa, ami almát adott, az nem tökéletesen olyan volt, mint az alma, ami a magot adta. És hát természetes, tudnék, hogy a méhek beporozzák őket, és akkor méhek, hogy ezt mennek mindenfelé, és tehát egy hibrid növény keletkezik. Tehát ez a nemi reprodukcióval történik. És azt mondja, hogy ha ugyanolyan gyümölcsöt akarunk, akkor a magot adó fáról kell egy ágat levágni, és azt rá ültetni, vagyis beoltani a magozra. És azt mondja, ez olyan, mintha valakinek például megég az arca, és akkor a hátáról, ugye a fenekéről egy darab bőrt oda vesznek, tehát tulajdonképpen nem történik idegen test. Tehát ez egy olyan beoltás, ami tehát nem idegen test is. És valóban például ezek vadhajtásokat egyáltalán nem is adnak. Tehát nagyon részletesen kidolgozta, és ezek után iskolába tanított, aztán később az egyetemről kitették, mert olyan dolgokat hirdetett, ami nem tetszett az önösemények, és akkor középiskolás, meg elemiskolás gyerekekkel foglalkozott, és ezekkel ment ki az erdőkbe, ott legalábbis ott, ahol még volt erdő, és például makkokat szedetett a gyerekekkel, amit csíráztattak az osztályba, és utána mentek ki, és elvetették, és ott
a csíráztatásra ezt a magyar paraszti kultúrában használták, tehát vermekbe, homokba csíráztatták a magukat, és ebből ültettek. Fáradt? Igen. Jó, tehát akkor tulajdonképpen Borrai Pál semmi újat nem talált föl, de minden se talált. De talált, szóval ez amit ott a gyökerekről, tehát a te cikkedben van a gyökerek, egy nagyon fontos dolog, azt még mondd el, mert az a kulcsa mindennek. Pontosan. Tehát ő pontosan tudja, hogy amikor egy magoncot átültetünk, ezt a központi gyökeret elvágjuk, és utána ezt a központi gyökeret a fa képtelen újra kinöveszteni. És ezért kell állandóan locsolni a fákat. Tehát, hogyha valaki egy gyümölcsöst akar például telepíteni homokon, nagyon száraz helyeken, akkor ezzel a módszerrel olyan gyümölcsöst tud teremteni, ami vizet nem igényel, semmi öntözést nem igényel. Talán a hozamok alacsonyabbak, a gyümölcsök kevésbé kifejlettek, de viszont sokkal ízletesebbek, mint a hagyományos. Ami még döbbenetes volt a cikkedben, hogy ugye évekig megy a gyökér, és csak a gyökér, tehát csirát nem is látszik, gyökér évekig 10 métereket megy az első víz adó rétegig, és addig nem kezd el csirázni. Tehát azért ezért... Lehet. Na, ami minden esetre nagyon fontos, hogy az ilyen nagy mélységben levő valamiket így tudnánk kihasználni. És a növényzet el is kezdi fölemelni a vizet, tehát ez megint csak a sivatagosodást megfordítaná. Igen. Akkor mondjuk ki azt is, hogy akkor az ember, aki fákat ültetett novella, illetve animációként, de elérve ez ezt a történetet. Így van, de hogy még szebb legyen az egész, tulajdonképpen az a magyarságnak a küldetése. Azt is mondjuk. Én nem hangsúlyozódik, hogy ez a furcsa nevű betűsor, ez ugye módraiként sokkal inkább olvasható. Meg ami számomra, hogy nem olyan... Te olvasod a Jean Giono-nak a... Nem olvasok, én már ne láttam meg tényleg. Ez egy nagyon érdekes regény. Nem tudom, magyarra lefordították-e. A film terjedt el nagyon, mert az a mi honlapon... Ja, szinkronizálva van. Igen? Rajta van a honlapon? Hát remélem, hogy rajta. Igen, elérhető. Tehát szinkronizált, vagy pedig szinkronizálva, vagy... Szinkronizált. Hát nagyon jó. Nagyon jó. Hát akkor le lehet fordítani. Ember, aki fákat ültet, bedögyögítek, kijön a film. Igen, nagyszerű, akkor ezt megnézem. Tudnék, ez egy rendkívül ér. Kötelező olvasmánnyal kellene tenni az iskolába. Ezt. Egy az egyben. Azok nagyon fontos. Ez biztos. Igen. Az első vízgyűjtő, amit kitakarítottunk, ez egy 40 köbméteres, és ott van a szívócső, itt az alján van egy szűrő, tulajdonképpen azzal veszünk fel a vizet, de most már ugye a vízönellátós oldalon is meg rajta van, hogy egy ilyen úszóval ellátott víz... Nem bohászivattyú, lábszerepel, sokkal bójánra van rá. Jobban lehet, tisztában. Mert ugye mindig az aljából vesszük ki a vizet, és hát ott van az a finom, nagyon finom iszapszerű is, ami évek alatt azért porformájában csak oda lerakódik. És majd át fogjuk mi is alakítani, de most egyelőre még így van. Úgyhogy hát ez hatalmas, itt már van benne víz, csak nem látszik, mert annyira tiszta, hogy átlátszott az a kis vízfelület. Ugye, hát erről beszéltetek, én nekem ezt nem kell megismételni, csak ezeket a képeket megcsináltuk, amikor lementünk. Ugye kinyomadtuk a vizet a komposztkazánra, és akkor kitakarítottuk, hogy megint ugye friss és tiszta legyen. Ott van a túlfolyó, az a pipaszerű, a másikon meg a beömlőnyílás, vagy a másik a beömlőnyílás. Tehát ez az esővíz is olyan, hogy ha egyszer hozzászokik az ember, akkor utána szenved, mint a kutya, hogyha vezetékes vizet kell vinni. Tehát nem is veszi a szomjúságunkat. Ez általában mennyire van tele ez a távol? Hát attól függően, hogy a jóisten mennyi esőt ad. Tavaly jó tele volt. Tavaly jó tele volt. De aztán valamikor fog az ürességtől, tehát ennyi.
Tehát attól is, hogy mekkora nagy az tehát a tetőfelülettől függ. Tehát mondjuk azért nálunk jó nagy a tetőfelület, ennek ellenére, hogyha a szájos év van, akkor sajnos nem mindig van vízünk. Tehát mert hónapban mennyi vizet használunk? Hát mi takarékosan élünk, olyan mennyit szoktunk? 10 köbmétert? Igen. Igen. 4-en után. Igen. Igen. És akkor ez ki lehet számolni, hogy a 10 köbméter, 100 négyzetméteren hány milliméter csak a vízből? Figyelj, azt számolt ki inkább, hogy az összes vizetet tedd el, amit a... Értem, hogy a nagy lehetünk, hogy nagy körülbe vegetációs időszakra, hogy ez nem fogy be. Amikor esik 500 milliméter, az egy hónapban 10 köbméter kell, 12 köbméter. Eddig. A kertről van valami? Igen, egy másik cégnél. Jó. Az első kép. Igen. Na hát itt már érőben van akinek a kertünk gyümölcsei. Tehát a koktélparadicsomot mi azt végül is tavaly volt egy 300 tő, most legalább lesz 650 tő, és ez az apró szemű koktélparadicsom, ez azt mondják, hogy egy ilyen 25-30 szem van fürtönként. Hát nekünk az átlag is több volt 45-nél fürtönként, és olyan fürtök voltak rajta, vagy olyan ág, ami ilyen fürtszerűen elágazott akár 5 felé is. Tehát nagyon-nagyon bőséges volt, és nagyon finom ízletes. Igen. Na most mi van? Látjátok, hogy itt abszolút nem úgy van, hogy most egy parcella az egy parcella, itt van sárgarépa, káposzta, persze, természetesen mindenhez van kopor, azt ugye eleve riasztónak is használjuk. A káposzta nagyon jó paradicsom mellé, akkor ott látjátok a bazsalikumot, az is nagyon jó, így van. Ez brokkoli, itt már kijött egy, azt gondolom, hogy egy tésző saláta sor volt ott, ami korábbi, az kijött mellőle, tehát itt is látszik, hogy eszméletlen módon hozta a termést, abszolút vegyszermentesen, tehát semmi vegyszer. Feldolgozzuk, meg megesszük, meg megisszuk. Itt is bazsalikom. Ott van az eller a paprika sor között. De feldolgozáshoz sem használsz egyszer. Abszolút semmit. Tehát kell káposzta. Most a paradicsomot mi úgy dolgozzuk fel, hogy csak minimális hőkezeléssel, se só, se cukor, semmi, csak maga a paradicsom lég. És ez van üvegbe zárva. A bazsalikomból pesztót szoktunk készíteni. Pesztó. Ez egy bazsalikom mártás tulajdonképpen. Sokféleképpen föl lehet használni, akár töltött palacsintába bele szoktam tölteni és kirántom, de kenyérre kenve, pirítósra kenve. A paprika, ez a bonyiszlói paprika, ez olyan érdekes, hogy valahol ott a képek között van egy olyan sorozat, ahol káposztam, ahol éppen csak elpalántáztuk és már ott volt rajta a termés. A káposztáink azok akkorák voltak, hogy az életben egy ekkora nagy káposztokat még nem láttam. Hatalmas káposzták vettek belőle. És mondjuk el azért, hogy ez minek köszönhető? Hát igen, a kettő, amit ott kint elkezdtem. Tehát, hogy megint csak oda jutok vissza, hogy az alomszék. Tehát az alomszék használat után egy olyan komposztunk van, amit ugye körülbelül egy másfél négyzetméter, illetve másfélszer másfél méteres területet körbekerít a férjem deszkákkal. Egyik oldalon a szabadon marad, és elkezdjük oda hordani, üríteni az alomszéknek a tartalmát. Ezt mindig befedjük szalmával, ezt egy évig oda rakjuk, de nem csak azt, hanem mindenféle szerves hulladékot, ami a háztartásban előfordul. Itt akár a kutya, macska ürüléket is bele lehet rakni természetesen. Egy pillanat, de azért ezt hangsúlyozunk ki, mert én egy könyvben azt olvastam, hogy a kutya, macska ürülék, főleg a macska ürülék az nem jó rágyázása. Hát rágyázása nem is jó, de komposztálása segít. Komposztálása jó, legalábbis. Még a diófának a levele is jó. Igen. Meg a tűlevele is jó. Na most az is. Igen, de úgy, hogy először alomszékbe rakjuk. Először alomszékbe kell tenni. Úgy van. Igen. Tehát tulajdonképpen például valaki tűlevelet próbál komposztálni, az egyszerűen nem működik.
Ezzel szemben, hogy van ez a tűlevél, először belemegy az adományékszépbe, akkor a vizelet átitatja, utána már megy a komposzt. Úgy van. Tehát magyarul, amit most a Jóska ugye mondott, az azt jelenti, hogy alig van hulladék nálunk a háztartásban. Tehát egész egyszerűen szinte hulladék nem termelődik. Mert minden, amit a szerves hulladékként el lehet képzelni, az belemegy. Tehát akár itt az ételmaradékokról van szó, akár a lehámozott krumpliéről van szó, minden, ami ilyen, és beleértve a hullámpapírt, meg a színes papírdobozóktól elkezdve a rengeteg újságpapírt, amit bedobálnak fölöslegesen, és irdatlan mennyiségben tékozolják a papírt, ezt mind bele lehet rakni. Egész egyszerűen a komposztba. Média is olyan érekem. És akkor... És akkor macskát rászokatni az alatt. Mondjuk intelligens macskánk van. Igen. Tehát csak úgy kapálni, ha leül. És nálunk a patkányok mennek. A patkányok mennek rá, de szerencsére van nálunk két macska is, és hát a patkányokat a szépen. Igen. Na most, amikor ugye megtelik az a méter magasra földeszkázza Attila, akkor az megtelik, akkor tesz hozzá még egy sor deszkát, és akkor rakjuk a következő halmot. És ezt mind addig csináljuk, még a fagyok beállta előtti időszakra el nem érünk, akkor kijelöl egy másik területet, oda átpakolja. Ami ugye fölül volt, az alóra kerül, általában addigra már a kertből jönnek ki olyan növények, amit már letermettek, akkor az nagyjából összeaprítja, alóra meg közé rak a komposzthalom közé, és nagyon szépen prizmába fölrakja, és lehet ehhez egy ilyen komposztoldót is csinálni, ha itt akar az ember gyógynövényekből, de hogyha nem csinál, akkor is ez működni fog. Mi körbe szoktuk rakni egy kis mésszel, hogy a csigák ne menjenek bele, ne költözzenek bele, és betakarjuk vastagon szalmával, tehát bálaszalmával. Ezt teljesen körbe rakjuk bálaszalmával, és az ott pihen egy évig, és elkezdjük újból pakolgatni arra a kiürült helyre, megint oda pakoljuk az alomszépnek a tartalmát. És akkor megint eltelik egy év, és akkor azt a két éves kupacot a férjem átrakja egy harmadik helyre, és az már ilyen finom morzsadékos. Az a talaj, amit gyakorlatilag humusznak hívunk. Televényföld. És akkor ez egy morzsadékos, jó illatú, egész egyszerűen egy porhanyós, ami a legideálisabb gyakorlatilag annak, hogy növényt ültessünk bele. És akkor ezt szépen megint betakarjuk, mert ez ugye november első napjaiban van, és akkor tavasszal ezt fogjuk majd felhasználni ültetőnek, vagy palántázónak, és akkor megint, ami ott van az egyéves, azt átpakolja a két éves helyére, és megint kiürül ez a friss hely, és akkor megint pakolgatjuk oda. Tehát ilyen szépen körforgásban. Tehát gyakorlatilag, amit most megeszek paradicsomot, abból 3 év múlva megint paradicsom lesz. Pontosan? Nem, mert lehet, hogy paprika. Akkor lecsomol, bocsánat. Egyébként van itt azért egy kulcs, amit ne felejtsünk el. Jó, itt vagyok. Köszönöm szépen, a negatív visszacsatolás a rendszerben. Tehát ez azt jelenti, hogy a Föld, amíg arról táplálkozol és egészséges sejtje vagy, addig meggyógyít téged, táplál téged, stb. Na most ahhoz, hogy tudja, hogy miből van hiányod, abból a székleted, ahhoz a székletednek vissza kell kerülnie a Földbe. Tehát abban a Földbe, ami termeli neked a dolgokat. Na most, ha ez kiesik egy rendszerből, akkor már az eleve megbetegít, hogy nem onnan táplálkozik. Tökéletesen mondja a Gábor, ugyanis ami lehagyistem, hogy kijön onnan, abból a földből, amit bekomposztáltunk, abból mi egyrészt, hogyha ilyen vadontermő gyógynövények, vagy cickafark, pásztortáska, gyermekláncfű, tehát minden, ami ott van, abból csinálunk, vagy áztatással, vagy erjesztéssel növényjelet. És még rá is fújjuk ezekre a zöldségekre. Heti szinten mi ezeket lomtrágyázzuk, vagy fejtrágyázzuk, tehát mindig valamilyen növényvédelmet csinálunk velük. Tehát azért olyanok. És akkor ez mindig, tényleg úgy van, hogy ez egy körforgás. És akkor persze mindig nulcsozunk, amikor még nem annyira nagyok, mint itt, hogy árnyékolja saját magát, addig talajtakarót használunk,
még olyankor is sokszor, hogyha van annyi, amit be tudunk oda teríteni, de egyébként mindig fontos, hogy takarjuk. És akkor szoktunk körzetőrleményeket adni a komposztba is, meg a magának a növényeknek is. Lehet az esővízbe, az öntözővízbe oldani ilyen dőrleményeket. És akkor azt mind kijuttatjuk oda, és attól lesz valójában finom ízletes a növény. Fejfel egy agronómus az Egyesült Államokban az 1930-as években egy nagyon érdekes kísérletet hajtott végre, a tartott vagy 15 évig a kísérlete, méghozzá az amerikai, az Egyesült Államok középső részén, ahol a gazdasági válság következtében a parasztok elhagyták a földeket, és annyira kizsigerelték műtrágyával, hogy a föld terméketlenné vált gyakorlatilag, és tulajdonképpen ott vásárolt egy nagy farmot, és elkezdte a gyomnövényeket termelni. Tehát azt csinálta, hogy a gyomnövényeket teremtek, azt szépen lekaszálta, komposztot készített belőle, és a komposztot visszavitte a földre. És 5 éven keresztül is, és közben minden évben elemezte a földnek az összetételét. És azt a nagyon érdekes dolgot tapasztalt, hogy azok a nyomelemek, amelyek eleve már hiányoztak a talajba, fokozatosan a gyomnövények az altalajban megkeresték ezeket a nyomelemeket, és a komposzttal, tehát annak a komposzttal a felszínre került. Tehát a talajt így nagy mértékben feljavította, és arra a következtetése jutott, hogy megfigyelte, hogy azok a gyomnövények fejlődnek ki terméketlen, tehát nagyon rossz talajokon, amelyek pontosan azokat a nyomelemeket hozzák a felszínre, amelyek a talajban hiányoznak. Tehát tulajdonképpen a növények kiegyensúlyozzák, és azt is megfigyelte, hogy például első évben főleg ilyen szászószép és kamilla jelent meg a földeken, aztán későbbiekben megjelent a catis és a csalán végül, és a szeder. És mindezek a különböző növények más és más nyomelemeket hoztak a felszínre. Tehát maga a természet gondoskodik arról, hogy a talaj hát vegyi szempontból és biológiai szempontból kiegyensúlyozott legyen. Tehát tulajdonképpen ezt kell segíteni, és ez az igazi mezőgazdaságnak, az, amit ti is megértettetek, a lényege, hogy szimbiózisban kell élni a földdel, amiben vagyunk. Akkor mit tovább, mert az se egy érdektelen dolog. Tehát, hogyha megnézed, ugye a kamillának székfű, vagy székifű, Magyarországon nevet, tehát a szikes, elszikesedett talajokat regenerálja. Most ha már nincs a magyar flórában olyan, amit tudnál regenerálni, rendbe tudnál rakni a tájat, akkor jönnek az özönnövények. Ez csak azért mondom, mert a vaddohány, meg a parlagfű, meg a gyalogakác, oda ellen ma küzdünk, ezek nevetséges dolgok, mert a gyógyítók ellen, a tájgyógyítók ellen küzdünk. Milliárdokat költenek parlagfű kaszálásra. Parlagfű a legfontosabb, benne van a nevében, a parlagon adsz egy földet, azt kezdi el először gyógyítani. És nézd meg, melléktermékként a hülye embert is távol tartja, ugye? Aki csinálta ezt az egészet, tehát azt a szemléletet is, ami parlaggá tette azt a földet, távol tartja, mert taknyanyála egybefolyik, de nem a parasztnak. Mivel a parlagfő egy gyógynövény. Igen, hát az indiánoknál egy nagyon fontos gyógynövény. Hát tulajdonképpen a parlagfőt nem kellene pusztítani. Hát és az egyetlen gyógyulás a parlagfő allergia ellen, hogyha rágod, akár magyarul elfogadod olyannak, amilyen. Úgyhogy arrapás szőrére. Egész népi gyógyászatok ellen. Igen. Nézzétek, ott van a kis barackfánk, ami ott másfél éves. És hogy mennyi barack van rajta. Az őszi barack. Itt van. Ez egy másfél éves kis fa.
Hát sajnos nem. Sajnos nem, de nagyon, hogy is mondjam, türelmetlenek voltunk, pedig ismerjük Jóskától ezt a módszert, és nem magról vetettünk, hanem vettünk is fát. És hát de annak ellenére azért eszméletlen módon, az annyira meghálálja a kert, hogyha gondoskodunk róla. De annyira fontos az, hogy tényleg azért figyeljünk oda arra, hogy amit csak lehet, tehát az, hogy ott a talajflóra az úgy működjön, hogy minden megkapjon, az rendkívül fontos. De jót szoktam mosolyogni, mikor ugye mindig csak az emberre vonatkoztatják ezeket a reklámokat, és azt hiszik, hogy minden csak az ember. Hát nem, hát van növény, állat, ember, tehát ezek így egy szinten mozognak. És mindig azt látjuk a tévében, hogy probiotikumokat kell az embernek az elsavasodás ellen. Hát az a növényi erjesztett lé, meg az a kiháztatott lé, az is a növényeknek, meg a humusz, amit csinálunk az alomszék után, az a probiotikum tulajdonképpen oda a földekre. Az pont ugyanaz, mint amit mi csinálunk, amikor antibiotikumot szedünk utána, mondjuk aki szedi, nem. Teljesen egyszerű módon. Egyébként a ricinust azért ültettük, mert az egyik oldalon a szomszédok mindig hozatnak marhatárgyát, és mindig kapunk vele egy csomó lótücsköt. És a ricinus az meg riaszt a lótücsköt. Hát aztán ott van a rengeteg virág, amire most a Gábor ráment. Az articsóka. Igen, az articsóka is volt az előbb. Ez mangold. Mangoldot ismeritek? Igen. Ma reggel éppen azt reggeliztünk. Nagyon finom a mangold. Melyik az articsóka? Ez a lila, itt volt. Itt volt a lila. Itt a lila. Igen, ez az articsóka. Ivan lesz egy az articsóka. Nagyon finom. Nagyon. De milyen? És gyönyörű. Ez csak nem szabad, hogy kinyíljon. Tehát ilyen állapotban még le kell szedni, és fáradt zöldségnek, vagy nem tudom, hogy... Ez tulajdonképpen acatnak a civilizált változata. És a gubójában vannak ilyen elég vastos, húsos levele, és ezt meg kell főzni vízben, és akkor ezt ilyen mártásban, belemártva le kell szopogatni. Valami rendkívüli finom. Nagyon. Szerettük régen? Szerintem nem. Ez egy újfajta nem. De legalábbis én nem tudom a magyar népik, hogy igen. Én azért nagyon szeretem, mert gyönyörű egyébként. Annyira szép ott a kertben, ott a gyógynövények környékén. És ezt magról vetettem? Magról vetettem. Igen. De hát szoktam osztogatni is. Zsigával nagyon hosszú. Szoksz osztogatni? Hát hallott, osztottam volna magot, és nem hoztam nektek magot. A magosoknak magot. Ott az uborka is volt. Mi az uborkát azt föl csinál Attila neki egy álmányt, és akkor ezt föl szoktuk futtatni. Hát valami hihetetlen mennyiségű uborkák volt. Kicsi területen. Hát az a helyzet, hogy a kisebbik fiunk méhészkedett, de most éppen ugye sajnos volt ez a 3 évvel ezelőtt ez a méhvész, és akkor 6 család elpusztult, és azóta meg nem sikerült pótolni, mert most meg aztán érettségi, meg minden, és akkor mi abszolút nem értünk hozzá, hogy ezt teljesen magánútól kezdte el. És azt mondják, hogy az uborkának meg 16 szívózza a termés. Hát a méheket mindig becsalogatjuk ennek ellenére, hogy most nekünk nincsenek méhek, de a kertben mindig nagyon sok van, mert azt is Jóskától tanultuk, hogy a faszélia az nagyon korai, akkor a másik a borágó, amivel az első korai méh családokat oda. Ez egy késői sárga barack, ez a Budapest kajszín. Annyira kicsi volt még a fa, és eleve tavaly később volt az érés mindennél, egy hónappal körülbelül, úgyhogy augusztus végén volt a sárga barack kajszínak az érése. Ufó. Kis bazsalikom ezt folyamatosan, az a karalábi, az ott maradt kint a földön egy karalábi a földbe, és az elkezdett így burjánzani minden irányba. Akkor van még egy másik sorozat is. Igen.
ezek is akkor ez a... Hát a szőlő az annyira nagyon jó, hogy itt van, mert a nappalit árnyékolja. Egy hagyományos ház, lehet látni különben rovásírásos oszlopokkal, rovásírásos oszlopokkal. Ó, majd kapsz te az EU-tól. Cickafark, telep. Cickafarkat mire használod? Hát rengeteg mindenre. Amit legjobban szeretek, hogy hajnalban kimegyek a harmatos fűbe, mezikláb. Ez nagyon jó a cickafark. Felszabadul az a isteni illat. Egyébként a cickafark sok mindenbe kell az elresztett növényjelenekbe, a komposztoltóba, a női bajokra, fürdőre, teába, rengeteg mindenre. Szinte minden női betegséget. Igen. Hát ez egy komposzt, ez a vegyes komposztvén. Vagy igen, vagy van egy olyan hordónk, amiben mindent belerakunk. Tehát ebben benne van a kelkáposzta, a kelkáposztában nagyon sok a C-vitamin. Tehát azt is úgy sűrűn rakom a kelkáposztát, és akkor ahogy nő, ritkítom. És akkor szépen rakom bele a kelkáposztát is ebbe a hordóba, de ebben van cickafark, ebben van pásztortáska, ebben van csalán, nem a csalánt, azt általában külön szoktuk, ebben van gyermekláncfű, tehát mindenfélét belerakunk. És ezt visszafogjuk ugye majd a növényekre. Na most itt jó kibabráltunk magunkról, mert leginkább úgy kell csinálni, hogy belerakjuk egy rozsázsákba, hogy ne kelljen megszülni. És akkor fogom és kiemelem. És hát nem kell vele annyi időt eltölteni. Értik meg ugye beledobáltuk mindent. És mennyi ideig kellett? Egészségedre. Hát általában ugye a csalánlevet az két évig erjesszük. Egészségedre. Ezeket a vegyes leveket meg úgy szoktam én csinálni, hogy amikor lefogy, áll benne folyamatosan szinte, de amikor kihasználjuk belőle valamennyire, akkor fölpótlom esővízzel, és akkor utána pedig, amikor már látom, hogy már nagyon hitet nem szoktam mérni meg semmi, akkor gyakorlatilag mennyi rakok bele, éppen ami van a kertbe, ami nő. És ezzel öntöző vagy permetező? Mind a kettőt. Van egy ilyen nagy 1000 literes tartályunk, és akkor abból öntözünk, és akkor abba egyrészt belerakhatjuk, és akkor a tövére megy, de például nagyon jó ez a kelkáposztás arra is, hogy ráfújjuk, ugyanis iszonyú büdös. És hogyha úgy van, tehát rohannak fejvesztve, hogyha már megérzik a szagát. Tehát hogyha megszűrjük, belerakjuk a permetezőbe, ráfújjuk, és akkor meg riasztó hatású. Tehát szomszédok ellen is jó esetleg, hogy hogyan van. Azt mondtad, hogy sorba rakod, és utána itt igen. Van, amikor magról is letek, meg van, amikor palántázok is. Igen. De a most palántázni fogunk, és akkor is sűrűbben fogom rakni. És akkor, amikor már megfelelő, tehát nem fér, akkor kiszedem. Tehát itt látjátok, itt be van takarva, már eléggé el is föl is éjjel. Tehát most nézzétek meg, hogy a paprikák olyan picikék, és az összes paprika közepén ott van már a termés. Pedig ez alig lett kiültetve, és abban a pillanatban hozta a termést, ez egy nagyon bőtermű bugyisztói fajta. Ott mellette az pedig saláta, téli áttelenő saláta, és reggel harmatos az idő, azért látszik a kapron is, meg a salátán is az a fehérség, mert harmatos. Nem, be van takarva szalmával, meg ilyen vegyes nyeseség. Az csak azért, mert a fény úgy esett rá. Rengeteg szabadon, rengeteg ez a laboda, vagy új-zélandi spenol, vagy ki minek ismeri, rengeteg kell. Abszolút nem szoktuk vetni, hanem bekerül a komposztra, és rengeteg meg elszórja a magját, és ezt addig, amíg nem zavarja a többi növényt, addig nem bántjuk, hanem hagyjuk. Nagyon sok ilyen levelet eladunk egyébként szokták venni tőlünk, ugye ugyanúgy, mint a spenoltot föl lehet használni, és egész egyszerűen, amikor meg már sok, és nagyon megerősödött, akkor összedaraboljuk, és talajtakarónak visszarakjuk a tövére. Tehát teljesen jól lehet használni. És itt még csak cseperednek a paradicsomjaink. Na most a igen, ez a káposzta, itt is látod, van mind, tehát vegyesen van. Ott van sárgarépa, a sarkantyúk, a kapor, a paprika között.
Tehát az is nagyon fontos, hogy a virágok is ott legyenek. A sarkantyúk, a körömvirág, büdöske, az mindig soronként ott van a sorban, vagy a táblában, igen. Az eperfa? Az nem, az egy kajszi. Ez meg itt tudjátok mi? Ez szegletes lednek. Azt nem tudom, ismeritek ezt a szegletes ledneket. És te nem termed? Hogy? Hát már csináltál neki. Itt ez a kajszifánk, a hátsó kajszifánk. Az ott egy ilyen fa deszkalap, kegyetlen módon a csigákat onnan szoktam kipusztítani. Egyik kérdése, a másikra eltűnt a csiga. De a kopacs csiga? Vagy? Nem eltűntek, csak visszavonultak meg. Nem, de tényleg, ha van semmi nem volt. Te vagy, nem volt semmi. Hát ebben az esős időben. Ez hány négyszögből ez a tönek? Úgy mondom neked inkább, hogy azt mondja, hogy négyszögből, nem tudom pontosan. 1700 négyszögméter. Nem, 2880 összesen. Másikkal. Igen, igen. És akkor most még plusz, még van kérdés. Mennyi időt? Hát a férjem ezzel foglalkozik, meg hát én is sokat, mert azért a gyerekünk is szokott. És ebből is jöttek most már? Hát én még nekem még van munkahelyem, tehát én még járok dolgozni, mint vállalkozó, de egyébként... Nem jelent ebből ilyen szerintem? Nem, még most nem, de most már megfogunk, mert komolyan... Mert átkényszerültök? Nem csak azért, hanem egész egyszerűen ez tanulás volt. És tehát csinálunk készételeket is. Egyrészt, másrészt meg növeltük olyan szintre a területet, hogy most már, hogyha tehát nagyobb értékesítést tudunk, de hogyha csak azt kiszámoljuk, hogy mi egész télen, egész évben rengeteg zöldséget eszünk, és az mind az, amit mi megtermelünk, és azt meg kellene venni. Tehát vegyszerezettet kéne legvenni. A vegyszerezettet, ha még csak azt számolom, hogy ez, tehát akkor is egy horribilis összeg áll. Tehát, hogy én mindig tudok mihez nyúlni, hogyha főzök. Tehát mindig. És az, hogy egész egyszerűen az ember teljesen váratlanul vagy nem, de vagy ott van az apafina, amit készítünk, vagy ott van a pesto, a készételben készítünk bazsalikomos tésztaszósz, padlizsánkrémet, paradicsomlevet. Tehát ezek mind ott vannak. És az a helyzet, hogy például elmondom csak így érdekességképpen, hogy ugye a fiatalabbik gyerekünk még iskolába jár. És ugye sportol is, és hát én milyen szendvicset szoktam neki rakni, hát nem veszi a nem tudom mit, hanem minden nap viszi a kaját. És akkor ilyen nagy házi kenyeret vásárolunk, ami ilyen élesztőmentes, és akkor abból egy nagy körbekaré, vagy kettő, nem egy, hanem kettő, az meg van kerve vajjal, két tükör tojás, egy sajt, házi sajt, és tele rakom neki zöldséggel. És akkor mit gondoltak, hogy mit szokott csinálni az iskolában? Nem. Ebből csinál pénzt. Mert már tudják a többiek, hogy mindenki az apinak a szendvicsét akar és üzletel vele. Hát mikor megtudtam... Érted? Mindenki, mert ugye nyáron jó nagy a baráti társaság, és akkor jönnek oda hozzánk, akkor persze nálunk, hogyha náluk akar minden gyerek szalonnasütésre jönni, nem máshova, mert akkor egy hatalmas nagy asztal meg van terítve, ott van hagyma, paprika, paradicsom, tehát minden. Egyetlen egy volt a kérés, amikor először odajöttek, hogy nem szabad hazamenni. Vagyis, hogy az alomszéket használni kell. És akkor, hát már tudják, hogy milyen ízű, tehát mind tisztában vannak vele, hogy az, ami nálunk van, és már úgy tudják, hogy hihetetlen. És mikor tavaly volt egy aranyos, hogy volt egy lány, aki még nem volt nálunk, ugye, mert hát valamikor buszon is jönnek, és ő még nem volt nálunk, de hallotta, hogy mi hogyan csináljuk a kertet, meg alomszéket használunk, hogy ő borzasztó őszintén elmondta, hogy ő már alig várta, hogy jöhessen hozzánk, mert ő már annyira ki szeretné próbálni ezt az alomszéket. És akkor sikerült neki, tehát mondta, hogy valóban